Eredményesen zárult a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat és a kormányhivatal által koordinált megyei foglalkoztatási paktum projektje. A záróeseményre október 11-én került sor a komáromi monostori erődben Popovics György megyegyűlési elnök irányításával. Az eseményről a Komáromi Városi Televízió munkatársai készítettek összeállítást. Eredményesen zárult a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat és konzorciumi partnerei, a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal, valamint a Komárom-Esztergom megyei területfejlesztési Kft. Által megvalósított foglalkoztatási paktum megvalósítása Komárom-Esztergom megyében című projekt. A 344 millió forint Európai Uniós támogatással megvalósult projekt sikereit október 11-én összegezte a foglalkoztatási paktum irányító csoport, két egymást követő ülés keretében a monostori erőd Dunai bástyájában. Itt elhangzott a 2016. szeptember 29-én megalakult 32 tagú fórum valamennyi törekvése és érdeme. A paktum ebben a két éves időtartamban azon fáradozott, hogy azonosítsa a térség foglalkoztatási szempontú problémáit, és mozgósítson minden rendelkezésre álló erőforrást a szükséges intézkedésekhez. Fontos célkitűzés volt a munkanélküliek, inaktívak visszavezetése a munkaerőpiacra, ahol napjainkban megyénket érintően a munkaerő hiánya jellemző. Az október 11-i beszámolókkal tarkított zárórendezvény alkalmával Popovics György megyegyűlési elnök, a fórum vezetője arról beszélt, hogy Komárom-Esztergom megye élenjáró, miután elsőként indította és elsőként is zárta a paktummal végzett munkát. A munkaerőpiaci helyzet a Komárom-Esztergom megyében az egyik legjobb az országban. Ez azt jelenti, hogy nagyon kevés a munkanélküli, a hátrányos helyzetűek között is kevesebb a munkanélküli, és ráadásul egy versenyző helyzet van, hiszen a Ginobból és más tengelyekből is lehetett pályázni ilyen programokra, és nekünk ebben a versenyhelyzetben is helyt kellett állni. Ezért is jelenthetem be örömmel, hogy minden indikátort teljesítettünk. 223 ember került bevonásra a megyei paktumba, ebből 114-et sikerült elhelyeznünk, és reményeink szerint 97-en 6 hónapon túl is foglalkoztatva lesznek, valamint reménykedünk benne, hogy 64 fő tartós foglalkoztatásba fog kerülni. A záró alkalommal köszönet illette a szakmai tevékenység nyújtó megyei kormányhivatal járási hivatalait, a megyei önkormányzat apparátusát, valamint a Komárom-Esztergom megyei területfejlesztési Kft-t, amely számos más területfejlesztési beruházás segítője, így például a TOP programban érintett projektek 70%-ának konzorciumi partnere. A Kft. A foglalkoztatási paktum megbízására feltérképezte a barnamezős területeket, majd létrehozta azt a területi ingatlan katasztert, mely elsősorban a gazdasági szereplőknek nyújt hatékony mankót. Első lépésben, ami ebbe a projektbe belefért, az volt, hogy átnéztük az építési szabályokat, rendezési terveket, és térképen, egy Google térképen azonosítottuk, hogy hol vannak ezek a területek. Nagyjából most 10-15 adatot tudunk mondani egy területről. Ez már egy nagy eredmény, de még azt mondom, hogy viszonylag kevés egy gazdasági döntéshez. Ezért a projekt folytatásában szeretnénk egyedileg vizsgálni ezeket az ingatlanokat, és sokkal több adatot elmondani róluk. A foglalkoztatási paktum projektje pályaorientációs és képzési programmal is segítette a foglalkoztatás javítását. 90% fölött kis- és középvállalkozások vették igénybe azokat a támogatásokat, amelyeket aztán ugye megkaptak a munkavállalók, de örömmel mondhatom, hogy például önfoglalkoztatókat is tudtunk segíteni. Tulajdonképpen nekünk mindegy, hogy valaki hogy tud jövedelemhez jutni, hogyan tud dolgozni, az a lényeg, hogy megtalálja a helyét a munkaerőpiacon. A programban elkészült a megye foglalkoztatás fejlesztési stratégiája és akcióterve. Bevonták a megyei önkormányzat által alapított megyei TDM Kft-t is. Általuk jött létre az a turisztikai program, amely azt vizsgálja, hogy csatlakozva a paktumhoz, milyen aktivitásokat kell felépíteni megyénkben az új foglalkoztatási lehetőségek kialakulása érdekében. Ilyen például a helyi termékeknek a bevonása, vagy az új turistautaknak a feltérképezése, és hát gyakorlatilag ez a munka elkészült, és jól segített már nekünk most is, és a következő részben pedig ismét segíteni fog. Dr. Kancs Csaba kormány megbízott is örömmel könyvelte el a sikert. Nagyon fontos volt Komárom-Esztergom megye életében,
hogy azokat a paktumokat, amit elindítottunk, a megyei paktumot, a három helyi paktumot, az esztergomit, kisbéri oroszlányi paktumot, illetve Tatabánya megyei jogú városával megvalósított együttműködésünket sikeresen le tudtuk zárni. Azok a képzések, amelyeket elindítottunk, nagyon sok megyében élő embernek segítettek. Kiemelném, hogy olyan képzésekről van szó, amelyek a munkaerőpiacon jó elhelyezkedési lehetőséget biztosítanak, élelmiszer, vegyi áru eladó képzettség, targonca vezetői képzettség, személyi vagyonőr képzettség, illetve nyelvi tanfolyam. Én azt gondolom, hogy maguk a számok is bizonyítják, hogy ez egy sikeres tevékenység volt. A kormány megbízott kiemelte. Fontos érdem, hogy 58 főt segítettek az önfoglalkoztatóvá válásban, és közel 200 inaktív munkavállaló állt vissza a munkaerőpiacra. Véleménye szerint a cégek nem csupán a bérjellegű anyagi támogatások miatt keresték a paktum együttműködését, hanem azért is, mert kiváló lehetőséget láttak a programban a munkaerőpiaci helyzet javítására. A paktumban végzett szakmai siker ösztönző. A paktum folytatódik, októberben fogja a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat, a kormányhivatal és a területfejlesztési Kft. Konzorciuma beadni a paktum második lépcsőjére a pályázatát, annyi változással, hogy jelen pillanatban úgy tűnik, hogy kisbéren nem lesz helyi paktum, hanem ők is csatlakoznak megyei paktumhoz. Remélem, ott is ilyen jó eredményeket fogunk elérni. A fórumülésen a megyei önkormányzat részéről Petrik Némolnár Erika projektmenedzser, majd a kormányhivatal részéről Galgovics Tamás szakmai megvalósító tartottak előadást a pályázat során elért eredményekről, a számok tükrében alátámasztva a sikert, mely garancia a folytatásra.